Köszöntöm Önöket, az önkormányzati perceket látják. Több mint 840 millió forintos állami támogatásban részesültek a keletpesti tankerületi központ kőbányai és rákosmenti intézményei, amelyekből jelentős beruházások valósulhatnak meg. Ezek részleteiről fogok beszélgetni mai vendégemmel. Üdvözlöm a stúdióban dr. Fekete Ildikót, a keletpesti tankerületi központ igazgatóját. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Néhány héttel ezelőtt ugye már beszéltünk erről a témáról, tehát azóta sok minden történt, egyrészt még inkább kibontjuk ezeket a fejlesztéseket, beruházásokat, valamint talán mondtad, hogy még több intézményt érintenek ezek, és akkor lássuk is, hogy melyek lesznek majd ezek a munkálatok. Igen, köszönöm szépen. Már hírt adtunk róla, hogy egy komoly támogatást kaptunk, a kormány támogatási során jelent meg, és a Klebersberg központ továbbította felénk ezt a támogatást. Nyilván ennek a nagy része célzott támogatás, leírták, hogy mire használhatjuk fel, annak függvényében, hogy mi beküldtük, hogy hol vannak nagy gondjaink az iskolákba, és volt egy olyan nagyobb támogatás, amelyet pedig arra kaptunk, hogy a különböző ellenőrzések során felvett hiányosságokat pótoljuk. Most arra már azokat is pontosan le tudtuk bontani. Nyilván, amikor megérkezik egy nagyobb összegű támogatás, akkor a mi stábunknak, üzemeltetésnek, jogásznak, közbeszerzési szakembereknek el kell indítani a közbeszerzési folyamatokat, a 3 ajánlat bekérését, mind ezeknek a háttérmunkája most zajlik, és amint mindezek lebonyolódtak és kiválasztásra kerültek a kivitelezők, akkor nagyon gyorsan elindulnak az iskolákba ezek a munkálatok, és akkor egy kicsit most részletesebben elmondanám, hogy hol milyen munkálatok. A Balassi Bálint 8 évfolyamos gimnáziumnál mindenki láthatta, hogy a műfüves pályának volt egy sátra, amit felállítottunk, ősszel, tavasszal leszettünk, de az idők során annyira kikezdte az időjárás viszontagsága, hogy úgy ítéltük meg, hogy ez már nem megfelelő, ezért ide, erre a műfüves pályára egy új sátor kerül felállításra. Továbbá az érintésvédelmi jegyzőkönyvek által feltárt hiányosságok megszüntetése van folyamatban, így erős áramú berendezéseket kell rendbe tenni, és a villámvédelmét kell megújítani ennek az intézménynek. A Cimra Gyula Általános Iskola ugye több telephelyen van, ők azok az intézmények. 3 telephelyén is kiderült, hogy nagyon komoly gondok voltak a kazánnal, ez a téli fűtési szezonban már nagyon sok gondot okozott nekünk. Épp ezért a Kép utca 5-ben, a Kép utca 13-ban és a Kép utca 14-ben a teljes kazánt kicseréljük, és a hozzátartozó fűtési rendszert is részlegesen korszerűsítjük. A Diadal utcai általános iskolában ott a műfüves pályának a kerítése volt nagyon rossz állapotban már évek óta, ennek a kerítésnek a megújítására tudunk pénzeszközt fordítani. A Gregor József általános iskolában az alaksorban bázott a lányöltöző az elmúlt években, ezt kell teljesen rendbe tennünk, továbbá az épületben hő és füst elvezető berendezést kell korszerűsíteni, és a szintén a kazán cserére és a hozzátartozó fűtésrendszer részleges korszerűsítésére kerül sor. Továbbá tavalyi év folyamán volt egy szülői levél, akik eljuttatták ezt a levelet az államtitkárságra is államtitkár úrnak, és a levélben foglalt hiányosságokat is igyekszünk kiküszöbölni, amik egyébként jogosak voltak. Nyílászárókat fogunk cserélni, meg azokat a lépcsőket próbáljuk rendbe tenni, amelyeket a szülők is hiányoltak. A Gyurkovics Tibor általános iskola, ugye, amit egy néven hívunk, ebben az iskolában szintén az érintésvédelmi jegyzőkönyvek alapján feltárt hiányosságokat kell megszüntetnünk, tehát itt is a villamos hálózatot kell átnézni, korszerűsíteni, és a villámvédelemre kell még hangsúlyt fektetnünk. A Kossuth Lajos általános iskolában szintén a villamos hálózat felújítása, a főbejárati lépcső rendbetétele, mert az nagyon rossz állapotban volt, a beton szerkezet helyett egy más szerkezetet fogunk alkalmazni, és ezáltal az alaksorban lévő termek megvilágítása is jobbá fog válni. A Kőrösi Csoma Sándor általános iskolában lesz egy komolyabb beruházás, itt mobiltantermek felállítására kerül sor, ugyanis nagymértékben nőtt a gyereklétszám is. Továbbá ennek a középiskolának nem volt aulája, nem voltak megfelelő közösségi terei, és egy nagyon kicsi étkezője volt, amelyet meg tudunk úgy nagyobbítani, hogy ezáltal mobiltermekbe kerülnek át osztályok. Én itt szeretném elmondani a minden kedves kerület
területi állampolgárnak, hogyha Ausztriában és Németországban járnak, nagyon sok településen csak mobiltantermek vannak. Itt ne vasúti konténerekre gondoljanak. Ezek a mobiltantermek annyira korszerűek, szépek, hogy amikor ilyen elkészül valahol, azon megy a vita, hogy mely osztályok járhatnak ezekbe a termekbe. Könnyen takaríthatók, fűtés, légkondicionáló, minden be van építve, annyira esztétikus körülményeket biztosítanak, hogy én így gondolom, hogy ennek igazából örülni kellene, és a mobiltanterem azért is nagyon praktikus, és ez a jövő útja, mert amilyen gyorsan fejlődnek városrészek, és változik a népességszám egy kerületen belül is egy-egy városrészbe, egy mobiltantermet pillanatok alatt fel lehet venni, és 2 hét alatt át lehet telepíteni egy új helyszínre. Míg egy kőépületet nem lehet elbontani, nem lehet odébb vinni, és egy új helyszínen nem lehet a feladatellátást megoldani vele. Én nagyon szívesen meghívok majd mindenkit, aki fél a mobiltantermektől, ha le lesznek terepítve, járjuk be nyugodtan közösen, és akkor mondjanak véleményt róla, akik esetleg nem értenének egyet ezzel az elgondolással. Továbbá itt is a fűtésrendszert is kell korszerűsíteni, radiátorokat cserélünk, radiálszelepeket cserélünk, a szelepcserék azért nagyon fontosak, mert télen a fűtést nagymértékben tudjuk szabályozni, és nem mindegy, hogy milyen fűtésszámlákat kapunk a tankörleti központban. A Szabadságsugárúti Általános Iskolában ugyan tavaly volt egy nagy beruházásunk, de ott még folytatni kell, mert az Anna utca 26 szám alatt rossz állapotú volt a kazán, és a fűtésrendszert kell megújítani, továbbá itt is érintésvédelem és villámvédelmi kiépítésre lesz szükség. Az Újlak utcai Általános Iskola, amely a legnagyobb iskolánk, több mint 1000 gyermek jár oda, nagyon nagy strapának van kitéve, ezért nagyon sok közösségi térbe a PVC-ket cserélni kell. Ez egy nagy volumenű és nagy beruházás. Nagyon sok helyen fel kell szedni, teljesen újakat kell lerakni. Ennek a kezdetét most elindítottuk. Továbbá ennek az iskolának a villámvédelme nem volt megfelelő, tehát teljesen új villámvédelmet kell kiépítenünk. A Zényi Miklós Általános Iskolában öltözőhelyiségeket és a hozzátartozó vizes blokkokat fogjuk felújítani, mert itt voltak olyan problémák, ami úgy gondoljuk, hogy már nem maradhat a jövőben. És miután a fővárosi pedagógiai szakszolgálat tagintézményei is a tankerülethez tartoznak, ezért a Pesti úton szintén a pedagógiai szakszolgálat intézményébe kazánt cserélünk, és a fűtésrendszert fogjuk megújítani. Szinte visszamondani is elképesztő, annyi minden fog majd, tehát és ez nagyon fontos elmondani, mert az elején nem hangsúlyoztam, hogy ezek természetesen a rákosmenti intézmények, amikre mi most itt koncentráltunk, és ugye már az elején szóba hozta, hogy a fejlesztés, illetve a beruházások majd milyen ütemben fognak majd zajlani, de például az fontos kiemelni, hogy a kazáncsere, fűtés, korszerűsítés nyilván a hideg idő beköszöntét megelőzően meg fog valósulni. Úgy ütemezik a kollégák, hogy a fűtési szezon beállta előtt ezek a kazánok teljesen rendben legyenek, hisz azért voltunk nagyon rajta ezeken a cseréken, hogy az új fűtési időszak az már úgy történjen meg, hogy a gyerekek ne érezzenek belőle semmit, ne fázzon senki, és a mi fűtésszámlánk is lényegesen kevesebb legyen. Még egy fontos dolgot meg kell említsünk, és nem menjünk el emellett. Néhány nappal ezelőtt ugye elkezdődött az új tanév, és hát ugye azt már többször hangsúlyoztuk, hogy az intézmények teljes mértékben felkészültek a vírus ellen, ugye felszerelésekkel, és még plusz felszerelést is kaptak, vagy igényeltek? Így van, a nyár folyamán már készültünk rá, hisz tudtuk, hogy a pandémia a világban jelen van, tudtuk, hogy nekünk kell számolni azzal, hogy valamilyen felfutó ága ennek lehetséges. A takarításokat megszerveztük, a fertőtlenítőszereket beszereztük, és ahogy a kormány ígérte, a héten kormányzati támogatásból minden tankerületi központ kapott egy nagyobb kontingest. Mi, ahogy kiszámoltuk, 6 millió forint értékbe kaptunk még további fertőtlenítőszereket, készfertőtlenítőszereket, iskolai padok, termek felmosásához szükséges fertőtlenítőszereket, amelyeket azonnal viszünk tovább az intézményekbe. Emellett pedig legalább ekkora és hangsúlyos szerepe van most a takarító személyzetnek, és ezzel kapcsolatban is lesznek majd változások? Hát mivel többlettakarítás szükséges mindenhol, hisz azt a protokollt úgy tudjuk betartani, hogyha rendszeresen az osztályokat fertőtlenítjük, a közlekedő folyosókat, mellékhelyiségeket fertőtlenítjük, nyilván ugyanazzal a személyzettel ezt nagyon nehéz megoldani, ezért plusz létszámokat kértünk a középirányítótól, amit várhatóan meg is fogunk kapni, és bővíteni fogjuk a takarítással foglalkozó személyzeti állományt.
Az információ áramlás ugye különösen fontos, ebben az időszakban meg pláne, hol tudnak a szülők elsődlegesen informálódni? Hát az elsődleges fórum az mindig az iskolák honlapja, ezt jól ismerik a kedves szülők, a jövőben is figyeljék, mert oda tesznek ki az iskolák minden fontos információt. Továbbá a krétarendszer, annak van egy szülői felülete. Mi is két nappal ezelőtt a krétán keresztül küldtük ki a szülőknek, hogy mire figyeljenek, hogy csak tünetmentes gyermeket szabad beengedni az iskolába, ha a gyermeknek tünete van, mi az eljárás menete, és ha jön egy újabb szigorú protokoll, ami egyébként várható a következő napokban, ezeken a felületeken fogjuk a szülőket is tájékoztatni. Továbbá a Kelet-Pesti Tankörületi Központ létrehozott egy új felületet, részben Facebookon, de a honlapokon is megtalálható, a Kelet-Pesti Hírvivő, amely szintén részben hivatott arra, hogy információt adjunk, továbbá mindazt a nagyon sok plusz dolgot, ami egy-egy iskolában történik, jó gyakorlat, jó dolog, ezzel erre az oldalra tesszük fel, itt osszuk meg, pontosan azért, hogy a szülők lássák, hogy az iskolákban nagyon-nagyon sok mindennel foglalkoznak a pedagógus kollégák. Ezen gondolatokkal zárjuk beszélgetésünket. Én köszönöm szépen a tájékoztatást, nagyon sikeres és eredményes munkát kívánok a sok-sok beruházáshoz, illetve azt, hogy minden rendben legyen a tanév során. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen. Önöknek pedig a figyelmüket köszönöm, megtartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!